Első fokon veszített a kishantosi ökogazdaság az elvett földek visszaszerzéséért folytatott harcban. Ács Sándorné, a korábbi kishantosi vidékfejlesztési központ volt ügyvezetője van a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, és szeretném elmondani, hogy még mindig megvan a kishantosi vidékfejlesztési központ, amelynek még mindig ügyvezetője vagyok, ezért is tudom képviselni az ügyet. Elnézést, akkor ezt én mondtam rosszul. Azt mondta az első nyilatkozatában ebben az ügyben a tegnapi ítélet óta, hogy nyilván csalódott, de hogy pontosan erre számított. Miért? Hát sajnos az a tapasztalatunk, hogy rengeteg olyan jogszabály van, amelyet figyelembe vehetnének a mi érdekünkben, de ezek valahogy akkor éppen sosem kerülnek napirendre, amikor a döntés megszületik. Hiába adunk be 20 oldalas jogi tanulmányt, amelyben levezetjük, hogy a magyar törvények alapján miért van igazunk, ezt simán figyelmen kívül lehet hagyni. Mondja, hogy a per folytatódik, nyilván fellebbezni fognak. Mire számít a továbbiakban? Hát nézzel, az a helyzet, hogy maga az ítéletről azért hagyd mondjam el azt, hogy nagyon megdöbbentő az, hogy tulajdonképpen nem arról döntött a bíróság, hogy nekünk nincs igazunk, hanem azt mondta ki, hogy nem vizsgálhatja a bíróság azt, hogy egy pályázat megfelelte, vagy egy pályázó megfelelte a pályázat feltételeinek. Ők csak a szerződés érvényességét vizsgálták valóban. Igen, ami döbbenetes, mert ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag meghirdetnek egy pályázatot, de nem kötelező a pályázati feltételek alapján dönteni, tehát állam az államban a nemzeti föld alap, akik azt az érvelésüket is elfogadta a bírónő, hogy még a rájuk vonatkozó törvény rendelkezéseit sem kell betartsák, mert ha birtokpolitikai irányelvek, amely a törvény szövegéből láthatóan kötelezően betartandó, de nincsen prioritási sorrend meghagyva, tehát kezdők szerint bármelyiket, vagy akár az összeset is figyelmen kívül hagyhatják, hát így nyerhetett egy építési vállalkozás. Elképzelhető-e ön szerint, hogy másodfokon egy másik bíró nem ugyanezt a logikát követi, és nem ennyire szűken értelmezi, hogy ő egyáltalán miről hoz döntést? Hát nézd, azt gondolom, hogy bármikor bármi lehetséges, hiszen azért talán még nem teljesen elképzelhetetlen az, hogy mondjuk az ombudsman jelentését és az alaptörvény rendelkezéseit a Magyar Bíróság figyelembe veszi, illetve azt az értéket, amit az ökológiai mintagazdaság jelent, hiszen ezt következetesen teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a bírónő. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm, viszontlátásra.